Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. A három kérdőjeles jóslás február 22-én. Az első kérdés az lenne, hogy mik az ő gondolatai, mik az ő tervei, ezt most megtekintjük ennél a jóslásnál. Ezen a képen láthatunk egy szerelmes párt, és ő ezen elgondolkozik, tehát tudatában van azzal, hogy ő szeret téged. És most bepillantunk az ő érzelmi világába. Valami visszatartja őt attól, hogy érzelmekről beszéljen. De a kezében van ez az arany érem, ami értékekre mutat, tehát ő értékel téged, értékes vagy a számára. Az is lehet, hogy ő téged birtokába szeretne venni. Ami még fontos ennél a kártyánál, a föld eleme, a reális dolgok. Itt nem csak álmodozásról van szó, hanem tettekről, de ő még várakozik, és kell egy kis türelem. A harmadik kérdés pedig az lenne, mit közöl veled, milyen lépéseket tesz irányodba. Itt, ezen a kártyán láthatunk egy férfit. Előtte vannak a botok. Ezek külső hatások, vagy kapcsolatok. Vannak a háttérben mások, akik beleavatkoznak a dolgokba, de ő védi magát, és lezár maga mögött mindent, erre utal az a kapu, amit be lehet zárni. De vannak jó kapcsolatok is, akkor nem kell, hogy védje magát, hanem nyitva lesz ez a kapu. Az is lehet, hogy ez a kép nem ő rá utal, hanem rád, és ő figyel téged, és látja körülötted a dolgokat, hogy mások megpróbálnak téged befolyásolni. Esetleg vannak rossz kapcsolatok is, és ő elvárja azt tőled, hogy lezárd ezeket a kapcsolatokat. És most megtekintjük a napi kártyát. Ezen a képen látható egy pecsét. És az azt jelenti, légy biztos a dolgokban, ez a férfi szeret téged. Természetesen ez a levél utal egy levélre, egy hírre, vagy valamilyen szerződésre. És ez volt a három kérdőjeles jóslásom, amire felhívnám a figyelmet. Február 24-én lesz egy különleges nap. Mars bolygó az aranykaput eléri, és itt változásokról lesz szó. Mars bolygó utal a mi erőnkre, és utal a férfiakra. Azon kívül február 24-én nyílik egy égi kapu a plejádok felé. Ez a maja naptárból van. Erről beszámolok naponta a Facebook oldalamon. Ott bepillanthattok ebbe a maja kalendáriumba. Azon kívül ebben a maja naptárban van 20 hullám. Ezek rezgések, frekvenciák, és 24-én indul egy új rezgés, a harmadik. Amennyiben az időm engedi, akkor készítek erről egy videót, és akkor el tudom részletesebben ezt magyarázni. Aminek örülnék, ha meglátogatnátok a Facebook oldalamon.
És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!